Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Üdvözlök mindenkit, aki olvasta a videó címét. Mai témánk egy tini románc természetfeletti elemekkel és rejtélyes misztikummal. A főszereplője egy életunt sápadt kislány, aki bekerül egy álmos esős ködös kisváros gimnáziumába. Ez azonban egy különleges gimnázium, mert a diákjai közt vámpírok és vérfarkasok vannak. Annak ellenére, hogy különböző rejtélyes izgalmak történnek a lány körül, amiknek potenciálisan világfelforgató hatásuk lehet, a konkrét sztori és a közönség java része is leginkább arra van ráfüggve, hogy a lány vajon melyik fiút választja. A szexi misztikus művész lelket, vagy a mindennapi munkás ember átlag fiút. Ha extra kacagásra vágysz, ott áll készen létben az irritálóan pozitív legjobb barát karakter, ha pedig egyáltalán nem fog meg a romantikus része az eseményeknek, neked találták ki a melankolikus rendőr apuka raktert, akit ez az egész mizéria inkább lefáraszt, mint sem érdekel. Így van! Tudjátok ti, hogy mi ez! Mondjátok ki! Twilight! Nos, beszéljünk egy kicsit a tini románcról, mert úgy néz ki, hogy egy pillanatra elkezdek alternatív filmekkel foglalkozni, és azonnal visszaszoktok rá. Mindenkit figyelek! Mai sorozatunk a Wednesday, ami annak ellenére, hogy technikailag ebbe a kategóriába sorolható, nem bár dupla csavarral, egy kifejezetten jó kis történet, és ennek egy fő oka van, a megfelelően részletes kontextus használata. Tudjátok, a tini románcokban az az állatirő helyes, hogy a teljes világuk a párválasztás körül forog. Kevesen tudják, de a híres Cullen-es baseball jelenet 1944. június 6-án játszódik. Azt mégsem említik meg a cselekményben sehol, hogy a nem tudom, szexi tesi óra hátterében dédapáink éppen mentek ki a partra szállni. De most ez a fajta érzelmi fókusz teljes mértékben megérthető. Amikor mi tinik vagyunk és románcolunk, tényleg úgy érződik, hogy a teljes világ azon áll vagy bukik, hogy hogyan alakul az éppen adott szerelmi kalandunk. Ilyenkor mindegy 10 tigrissel teletöltött gyilkos dzsungel közepén ugrálunk, mint pattanásos paradicsom madarak. De ha már nem élet szempontjából egy kicsit tapasztaltabb a néző, teljesen röhelyesnek hat ez a világ felforgató bemutatása a szerelemnek. Felnőtt fejjel már mind tudjuk, hogy a romantika úgy általában a My Girl-től kezdődik. És a Marriage Story-nál van vége. A spektrum pedig igen széles. Ez alapján pedig ahhoz, hogy egy tini románc igazán szórakoztató tudjon lenni a nagy közönség számára is, megfelelő kontextus kell, ami egy fokkal lényeglátóbban, részletgazdagabban és földhöz ragadtabban éli meg az eseményeket. Innen fakad a Wednesday igazából egy, de kifejezetten jelentős zsenialitása. Ellentétben Bélával, Szerda rendszeresen próbál elmenekülni a romantikus történetszál elől, mert minden jobban érdekli a történetben, mint az, és ez fantasztikus. Mert míg a romantika jelen van, sőt, megkockáztatnám, hogy mai sorozatunk leginkább a főszereplő érzelmi világáról szól, mindezek mellett megfelelő mennyiségben kapunk izgalmat, rejtélyt, cinizmus, szarkazmust és személyiséget, tehát történeti kontextust. Ezért tetszett nekem leginkább ez a sorozat, de most szedjük szét, mert rengeteg érdekes eleme van. A történet szerint Szerda egy roppant problémás lány, szülei így jobb híján a Nevermore iskolába adják be, ahol olyan szupererővel rendelkező diákok vannak, mint ő, itt majdnem kikapcsoltam az egészet a picsába. Annyira unom! Miért kell manapság mindenből Marvel filmet csinálni? Az az érzésem, hogy ezt az egész alapfelállást egy laborban férszelték össze, mint valami popkulturális Frankenstein szörnyet. Szóval Nevermore-ban minden diák egy ilyen mitikus szörny alapú szupererővel rendelkezik, de az izgalom itt nem áll meg. Wednesday-nek ez már felkelti az érdeklődését, így nekivág felkutatni a szörny valódi személyét, Nevermore rejtett titkait és Jericho misztikus múltját. Mindezek közben pedig minden fiú, aki szembe jön vele, beleszeret, úgyhogy ezzel is lehet foglalkozni, hurrá. Nézzük, hogy mik a történet főbb vonalai. Van egyszer a szörny rejtély, ami olyan komplex, mint egy műzlis doboz hátára nyomtatott labirintus. Ritkán mondok ilyet, de hogyha ezt nem találtad ki gyakorlatilag azonnal, az csak azért lehetett, mert aktívan nem figyeltél oda. Már a sztori legelején teljesen egyértelmű, hogy ki a szörny és ki a segítője, de ez nem baj. Tök szórakoztató tetten érni a sorozat kezedbe hányt utalásait, tök izgalmas végignézni, hogy Szerda hogy rakja össze az elemeket, és még forgatókönyvírói és filmtechnikai szempontból is tudunk valamit tanulni, névlegesen az, hogy hogyan tud egy film vagy sorozat megvezetni vagy rávezetni a megfelelő nyomra. Itt vagyunk a sorozat felénél, és én biztos vagyok benne, hogy kicsi Tomi a gyilkos. Itt vagyunk a sorozat végénél, és rájöttem, hogy a szörnynek van egy segítője. De vajon ki az? Életelő, pont most jöttem be a szobába. Cuki kis rejtély nem túl nagy kihívás, de szórakoztató. Na most a szerelmi szál szerintem kurva jó. Ahogy mondtam, Szerda a szemérmetlen antiszentimentalizmussal szarik rá a srácokra, akik megkörnyékezik, és annak ellenére, hogy a történet végén nyilván van egy befutó, ez egy kifejezetten friss megközelítése a tini románcnak. A helyzet ugyanis az, hogy a fiatalkori romantika egy jelentős és gyakran elkussolt eleme az, amikor a szíved szotja észreveszi az érzelmeidet, de abszolút nem áll szándékában kezdeni velük bármit is. Itt pedig majdnem végig ez van, állati szórakoztató végignézni, ahogy vergődnek a srácok egy marék figyelemért.
Ezért hiteles, valós és humoros érzelmi vonal ez. No, de nem csak ennyiben merül ki az érzelem. Amit a sorozat igazán jól csinál, az szerda a személyisége. A régi filmekben mellékkarakterként még működött a morbid kislány után minden személyiségkép, de most, hogy ő lett a főszereplő, ki kellett fejteni, hogy miért ilyen. Egy minimális háttértörténettel megmagyarázzák Szerda érzelemmentes életét, és ezután nagyon sokat foglalkoznak azzal, hogy ez az elsőre humorosnak, sőt, akár követendően menőnek tűnő telibe szaromság, milyen állati ellenszenves, káros és önpusztító dolog. Szerda itt egy totálisan egocentrikus élőlény, amit hála Istennek negatív fényben állítottak be. Az első szezon teljes mértékben az ő empátia tanulásáról szól, és a megnyílásáról szerelmek, barátok és szülők felé. Ez pedig egy nem várt mélységet kölcsönöz a karakternek. Remekül használták az alapanyagot, tökéletesen egészítették ki, és nagyon józanul implementálták a tanulságot. Bravo! No de! Beszéljük meg, hogy kik ezek a szülők, barátok és szerelmek, mert itt jönnek a sorozat negatívumai. Elsőként Jenna Ortega... Rendben van! Ez miért nem elég? Tudom, hogy most mindenki szerelmes belé, és meg is tudom érteni, nekem is bejönnek a gülüszemű gollamlányok. De az volt a tapasztalatom, hogy színészet szempontjából egy erős okét hoz. A karakterírás, a kosztüm és a smink legalább annyi terhet visz a vállán, mint az arc, amire ráfestették. Teljesen rendben volt az alakítása, jól hozta a karaktert, elájulva nem vagyok, de nagyon élveztem. Aztán Uncle Fester is ott volt. Azt hiszem. És tudom, hogy szeretnem kellene, mert ő is egy irritálóan gyerekmód viselkedő kopaszmanus elképesztő karikákkal a szeme alatt, aki egy megragadhatatlan munkát végez, állati ízléstelenül öltözködik, és az egyetlen partnere egy jobb kéz, de valahogy nem adott semmit igazán hozzá a történethez, úgyhogy nem hagyott bennem mély nyomot. És nem mehetünk el Enid mellett sem, mert Emma Myers egy meglepően jó alakítást hoz. Az övé volt a rezidens túl pozitív Flitter lányka, és tökéletesen táncolt az irritáció borotva pengéjén. Amint megláttam az első reakciót, az volt, hogy téged utálni foglak. De ez nem így volt, sosem esett át a fullba nyomott kussoljál márba, így kell egy karaktert összehozni. Remek, de akkor most menjünk rá az érzékenyebb területekre. Catherine Zeta-Jones és Louis Guzmán sokan nem szerették visszasírva az eredeti filmek fenomenális párosát, és ezt meg is tudom érteni, de hogy árnyalja most nektek, hogy szerintem miért ilyenek lettek ezek a castingok és szerepek, hát ha ti is megszeretitek őket. Egyrészt rekreálni Angelica Houston és Raúl Julia romantika történelmi párosát nem lehetett. Örülök, hogy meg se próbált, mert nem sikerült volna ők maguk a tökéletesség. Másrészt az új páros egészen mást képvisel, mint az elődei. Tudjátok, az Addams Family az eredeti sorozatában az akkoriban divatos családi szitkomok paródiája volt, amikben gyakran a szülők kvázi gyűlölték egymást, hogy az vicces legyen. Emiatt pedig az ő szerelmük szatirikus módon volt az egekbe tolva, korreflexió volt ez az üzenet. És így szerintem az új párosunk is egy korreflexió, mind személyiségükben, mind kinézetükben egy olyan kapcsolatot jelenítenek meg, ami manapság már kikopottan ősi értékeken alapul. Én ezt pedig abszolút értékelem, mert a manapság oly divatos, instaesküvős díszkapcsolatok között tök jó volt látni két embert, akik tök mindegy mennyire szexik, csak úgy szeretik egymást. Ja, a harmadrészt pedig a legfontosabb dolog, itt nem ők a főszereplő. Szerda a lányuk szemszögéből látjuk őket, így pedig teljesen természetes, hogy ügyetlenek, tudatlanok és a romantikázásuk inkább kényelmetlen, mint szex. Ezek alapján nekem teljesen bejött ez az új páros, tökre örülök neki, hogy ők mertek mások lenni, mint az elődjeik. Végül viszont abszolút várt módon, amit meg lehet állapítani, az az, hogy a gyerekszínészek megint katasztrofálisak. Tyler Goffinnak egy arca van, és az az, amikor valaki nyakon sokkolózza. Percy Hines White a semmiség sótlan vajas kenyere, Musa Mustafa olyan szinten próbál sztereotíp gyökér lenni, hogy összejön neki, de senki nem olyan színház szakkörösen katasztrofális, mint Joy Sunday. Egyrészt Joy Sunday a neved egy fagylalt íz a fagyizóban. Másrészt pedig minden megszólalása olyan szinten ripacs, mintha tőlem tanult volna színészkedni! Hogy mi? Szakítottatok? Ha, hát akkor igaz a dal, miszerint szerelem csütörtök dob szerda. Borzasztó. De, és ezt majdnem elfelejtettem megemlíteni, annak ellenére, hogy a legjobb alakítás a teljes sorozatban Gwendoline Christie. Ő egészen bámulatos, minden arcmimikájában ezer érzelem van, minden testtartásában annyi a színészeti dominancia, hogy az maga alá söpri az összes többi alakítást. Nagyon oda tette magát, magasan a legjobb alakítást hozza a sorozatban, érdemes odafigyelni rá. Ebben az eredményben pedig nagy segítségére volt Tim Burton. Lezárásként ugyanis mindenképp fel kell hozni a rendezést. Tim Burton producerálta ezt a dolgot, ami nem lehet meglepődni,
kifejezetten jól ért a sápadt törékeny fehér kislányok történeteihez, és ez persze meglátszik a vizuális világon, a sound designon, a Danny Elfmanen, de a színész vezetésen is. Sokan csak a vizualitását hozzák föl Tim Burtonnek, mert onnan a legkönnyebben felismerhető. Azt viszont szerintem nem szabad elfelejteni, hogy ő egy nagyon-nagyon jó színészvezető rendező. 4 epizódot rendez ő, és amint már nem ő rendezett, abszolút érezni a váltást. Nem azt mondom, hogy rossz, de Tim Burton profizmusa, az arc közeléjeinek a tartalmassága az utánozhatatlan. Mert összefoglalván ez egy nagyon profin legyártott tini sorozat, ami helyenként még tud egy kicsit több is lenni. Minden, ami a tini részhez kapcsolódik, a véredszerű rejtély, a halálgáz gyerekszínészek, a felnőtt karakterek lenéző bemutatása kifejezetten irritáló, de a Halál király főszereplő, a friss romantikus megoldások és a meglepően mély személyiségpszichológia nekem teljesen szórakoztatóvá tették ezt a menetet. Érdekel-e az egyelőre még valamiért nem megvásárolt második szezonja? Nem hiszem. De egynek így remek volt, úgyhogy nektek is tudom ajánlani, ha még nem láttátok, ami esélytelen. Nos, ennyi volt a mai sorozatunk, de gyerekek, valamit elfelejtettünk. It's Christmas, Greg, everybody! Azért ugrottam ide előre a jövőbe, mert ráébredtem, hogy elmúlt a karácsony, de mi nem jótékonykodtunk. Minden évben szoktunk valamit csinálni, és idén nem akartam a Twitch-en gyűjtést szervezni, mert ott nem sokára egyévesek leszünk, és majd akkor csinálunk maratoni charity streamet. Nem, idén úgy döntöttem, hogy behívok egy karitatív célú programot támogatónak, akik segítségével lesz miből adakoznom. Na most, hogy melyik jótékonysági szervezetnek adakozzak, azt tőletek szeretném megkérdezni. Várom a javaslataitokat ide kommentbe vagy e-mailbe. És hogy ki lesz ebbe a partnerem, nos, a műsor régi támogatója ugrott be hozzánk, a Szerencsejáték ZRT, akiknek a 2021-ben elindított Tarts velünk egy akadálymentes jövőért szemléletformáló kampánya zajlik most. Ennek az a célja, hogy a társadalom minden tagját közös, befogadó cselekvésre hívjon, hiszen az akadályok lebontása a lehetőségek biztosításával kezdődik, nem csak fizikailag, hanem gondolatokban is. Az idei kampányuk elsősorban a fogyatékossággal élő gyermekek beilleszkedésére, sikeres és boldog felnőtté válására fókuszál, és ez szerintem mega menő. Mivel az én családom is személyesen volt érdekelt ebben a témában, örömmel vettem be őket, mint jótékonykodási partner. Van egy menő videósorozatuk, amikből illusztrációkat már láthattatok. Itt rengeteg érdekes interjút hallgathattok meg, például paralimpikonokkal, és ezeken keresztül kaphattok extra betekintést ebbe a roppant fontos társadalmi helyzetbe. Minden linket lent hagytam, csekkoljatok rá, nekem nagyon tanulságos volt. Köszönöm nekik a támogatást, nektek pedig a figyelmet, és várom a javaslatokat, hogy hova és kit támogassak. De ennyit rólam, én Szirmai Gergely voltam, nem sokára újra találkozunk.